Szerbusz, Tombos, Szilárd, Stiló. Sz Te itt a United-ot képviseled, mint a klánvezér a United-ben. Egy picit magadról. Miért vagy te Stiló? Hány éves vagy? Hol laksz? Mióta játszol? Hú, hát én voltak éppen komolyabban, sziasztok, amit Tombor szerzők, igen, amúgy kb. Körülbelül olyan 2013-tól játszok folyamatosan ez a játékot, tehát hogy 4 éves időintervallumban. Hát én 33 éves vagyok, Budapesten lakom, Székesfehérváron születtem, de jelenleg most itt Budapesten élek. A Tombor Szilesztiló az meg csak úgy jött, tehát az a Stiló az csak úgy kialakult valahogy. Rajtam maradt az a név, annó még az iskolából, mint becenév. Értem. Jó. Akkor most kicsit térjünk el a klánodra. Ti ugye a United, csak a gólkülönbséggel vagytok lemaradva a dobogóról. Mondhatni, hogy meglepetésszerűen halad eddig a szezonotok. Azért is meglepetésszerűen, mert igazából a nehezebb ellenfeleket megvertétek, a könnyebbektől meg kikaptatok. Ha azt nézted, a háci kivételével a nagyobb csapatokat megvertétek, még az utolsó helyét küzdő Outlaws és a újonc troll, ez viszont már kemény falatnak szántott. Mi a véleményed az őszi szezonotokról? Hát én azt mondom, hogy az összezonban szerintem egész jól teljesítünk ahhoz képest, hogy ugye még ha emlékszel rá, úgy emlékszek, hogy még az előszezoni interjúkban arról volt szó, hogy mi leszünk ott az utolsó 5-6. vagy 6-7-8. Hely környékén, tehát ott fogunk végezni. Ahhoz képest szerintem nagyon jól szereplünk. Én úgy gondolom, leszünk még ennél jobbak is. Fogunk még mi okozni, mindenkinek meglepetést, ezt garantálni tudom. Jó, hát az abszolút meglepetés, hogy hoztátok, hogy az előző fordulóban a Libertyt megvertétek, arra igazából sokan nem mertek volna fogadni, főleg aztán, hogy addig veretlen volt a Liberty. Viszont most rögtön jön a HC, akinek vissza lehet vágni az első fordulóban előtt vereségét. Mit gondolsz, ott is sikerült az egy bravúrt? Én azt mondom, hogy megvan-e 50% esélyünk mindenféleképpen. Úgy gondolom, igen. De én úgy gondolom, hogy vannak olyan jó játékosok nálunk, hogy tudunk meg akár meg tudjuk őket is verni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon kemény csata lesz, majd a kimenetel az majd kiderül a végén. De azt mondom, hogy van rá esélyünk. Van, hát akkor van jó játékosok. Például Jung Tamás, aki most meglepően jó helyezést ér el az MVP listán közületek, de ott van még a Szucsik Tamás is, aki meg igen kemény ellenfelek ellen nagyon sok pontot szerzett, mint a Jakab Zoli, a Lőre Attila, tehát igazi nagy rutinosokattól szerzett sok-sok pontot. Így van, ezt nagyon, nagyon, tehát igen, nagy, tehát igen, sok pontot szereztek, és ez teljesen, teljesen jó. Én azt mondom, hogy nagyon sokat segítenek ők a csapatnak, de nem csak az egész csapatról elmondhatom, mert ha a Nagy Janit is nézzük, azért neki is vannak azért kemény eredmények, jó eredményei, akkor ott van ugye a Horváth Ádám, azért ő is tudott meglepetéseket okozni, ugye ő nem is volt, azt hiszem tavaly még aktív játékos itt Klánliga. Tavaly előtt volt aktív, tavaly a évet azt kihagyta, és most ért vissza erre az idényre. Igen, igen, akkor jól emlékeztem. Én azt mondom, még az Olivér is, ugye a Milán Olivér is nagyon tett tudó és meglepetés kihozni. Azt mondom, hogy ez a csapat, amit összejött, az eredményekből is mutatkozik, hogy azért fejlődünk az előző szezonokhoz képest. Minél jobb játékosokat próbálunk hozni, hát vagy sikerül, vagy nem. Hál' Istennek most sikerült, hogy úgy gondolom, hogy egy olyan, hát jó, olyan középcsapatnak szerintem jó fogunk, de még szerintem följebb is még végezhetünk. Jó, amivel sikerült megszabadulni a Mester Attitól, az oda szállni a csapat gyakorlatilag. Hát a Mester Atti az egy külön történet, amúgy ő is jó játékos, tehát azt azért ne felejtsük el, azért sok jó, vannak ilyen dolgai, tehát ilyen dükkironásai, meg mit tudom én, de én azt mondom, hogy Mester Atti voltak éppen, ő hozta részletlen a csapatot, ő hozta össze, én csak besütettem neki annól, és akkor sem szerepeltünk olyan rosszul, mondjuk ezt nem is értem, ezt az előző évi kironását. Én azt mondom, hogy Mester Atti jó játékos, tehát így már, tehát a csapatnak így nincs ilyen emberekre szükség, aki ilyen csapatbontó személyiség. Viszont a Rolandra szükség lenne, akinek nagyon jó személyiség, csak ő sajnos nem vette meg ezt a szezont. Igen, nem vette meg, várja a magyarosítást, de... Igen, támadozó gyerek. Igen, de az, igen, őt azért sajnálom, mert ő nagyon sokat, tehát ugye az Ati után ő is lett a vezető, tehát úgy emlékszek, tehát ha ő nincs, akkor ugye ő vitte volna a csapatot,
Tehát, hogyha ő van, akkor ő visz a csapatot, nem én. Én csak most így úgymond beugró szerepben próbáltuk összehozni a Milánnal újra a csapatot, hogy legyen, és akkor így létre tudtuk hozni. Úgyhogy most Milánnal ketten építettük fel ezt a kis irodalmat. Jó. Szerinted akkor először azt mondom, hogy szerintetek közületek ki lesz a legelő a MVP listán. Ilyen például ugye a Tamás a 6. helyében nagyon szépen ám, de Jani 16. helyesen olyan rossz. Hát én azt mondom, hogy a Tamás fog előrébb szerepelni. Szerintem ő ott lesz az első ötben, én meg merem kockáztatni. Jó. És az első öt legelején ki lesz? Az első öt legelején? Hú, várja, kell nézni, hogy MVP. Ilyen például a Pospisipet ugye még mindig veretlen. Igen, igen, igen. Két döntetlen. Hát viszont ott a Tegyékist is eléggé fönt van. Hát azt mondom, hogy a Posp, tehát a Péter és az István között, sőt, még ott vagy te is, ha jól látom. Ti hármatok között fog eldőlni szerintem az egész bajnokságnak kivékmenete az MVP-nek. Jó, hát azért még van ott a Gribu, meg a Tani Gergő, aki még simán bele tud szólni. Úgyhogy ott bele, ott persze, csak biztos vagyok benne. Mit gondolsz csapatszinten, hogy fog alakulni a bajnokság? Hát a csapat, én szeretnék minél előbb végezni a csapat, nekünk is a célunk. Nekünk ugye az volt a célunk, hogy ott az 5.-4. hely környékén végezzünk valahol ebbe a szezonba. Hát azt most ott jó hálunk, mert 4. helyen vagyunk, viszont szeretnénk följebb menni, és megcélozni legalább egy 3. helyet, bár nagyon nehéz lesz, de megpróbáljuk. Jó. És a többiek kik lesznek még a dobogón? Hát a dobogón... pillanat. Mert én sem készültem, basszus. Hát most a HC és a Liberty ugye, akik legelő vannak, és igen? Kérdemes előnye, utána a Trolls, és ti vagytok még ott ilyen pillanatban az első négyben. Hát az első három helyre szerintem most szerintem HC és a Liberty, azt mondtad, igaz? Nincs állam se előttem sajnos. Igen, az első kettők egyelőre. Szerintem ők kettők közt fog eldőlni a bajnokság. Én most jelen például a Libertit mondanám, ugye csak egy veresége van, az is ugye tőlünk, de mindenkit megvert eddig. Tehát olyan szempontból én azt mondom, hogy a Liberty fogja behúzni ezt a bajnokságot. Jó, rendben. Szeretném majd megosztani a közösséggel, van valami üzenetet számukra? Mindenkinek jó játékot kívánok, és csak így tovább erősödjünk, fejlődjünk, minél többen legyünk. Jó. A Havasi Ádámnak volt a felvetés, ez a nagy össznépi FM találkozó. Erről neked, nektek milyen véleményetek? Ugye pesti révén én szívesen benne lennék, de szerintem össze tudjuk hozni mi is. Tehát, hogyha összetünk, tényleg úgy meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor nagyon szívesen találkozunk az összes játékossal, akik éppen játszanak, aktívak most is. Hát jó lenne egy ilyen közösséget kiépíteni, és mit tudom, évente kétszer, évente kétszer vagy egyszer egy összeülni, beszélgetni. Legyenek ezek a veszekedések, amik sajnos előtérbe kerültek, de ezt több interjúból is hallottam már, hogy egyre több ilyen probléma van. Nem is szeretnék neveket mondani, de vannak azért furcsa dolgok. Jó, rendben. Hát akkor találkozunk a találkozón, jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen. Hello. Köszi. Hello.